Amikor ez a napló megjelenik, haladéktalanul elviszem a munkásról származó Ágédét. Nemrég temette el fiát. Gyászában vigasztalni próbáltam. Ő azonban szomorúan legyintett. A vészkorszakról írtak már sokat. Egy hiányt mégis érzek. Róluk, nőkről, asszonyokról, lányokról nem esett elég méltán alapusz. Pedig mi valami pluszt vittünk magunkkal a lágerba. Női mi voltunk a nő. A megaláztatás erősebben égetett minket, mint a férfiakat. Velünk kísérleteztek. Biológiai létünket gyógyszerekkel, ételnek nevezett kotyvalékok manipulációjával megzavarták. Később a lelkiismeret is furdalt minket. Talán nem is lett volna szabad a történtek után családot alapítani, gyermeket szülni. Számos példa igazolja, hogy utódainknak átadtunk valamit. Vagy gyenge csontrendszer, vagy érzékeny idegrendszer, esetleg lassan kialakuló, gyógyíthatatlan betegséget. Mi ezt akkor nem tudtuk. Az orvostudomány még ma is csak találat. Van erre bizonyíték? Talán igen, de nem annyira egyértelműen, hogy a hiányérzet az érintettekben megszűnjön. Budapesten születtem, 1929. október 17-én. Az anyakönyvben Klein Mária Zsuzsannának jegyeztek be, de nagymamám gyakran Márkinak szólított. Sokan az ismerősök közül úgy vélték, hogy én Miriam vagyok. Már kicsiként sem tiltakoztam, sőt kicsit büszkén jelentettem ki. Én Márke vagyok. Úgy tudtam, ez királynőt jelent. Édesapám Klein Sándor kereskedősegéd volt. Édesanyám Steiner Jolán farónő. Boldog gyermekkorom volt, mert ugyan nem éltünk jó módban, de nem is nélkülöztünk. Nem csak egyetlen gyerek voltam, hanem anyai nagyszüleimnek egyetlen agyonkényeztetett unokája is. Nagymamámmal, nagyszüleimmel együtt is laktunk. Péntek esténként gyakran elmentünk a Rumbach utcai zsinagógába. Otthon, a lakásunk ajtaján, kint a mezőze, a kis henger a beleírt bibliai idézettel, amit belépéskor megérintettünk, majd az ujjunkat megcsókoltuk. Úgy értünk, mint a legtöbb egyszerű zsidó család Budapesten. 1943. október 17. Szervusz, kedves naplóm! Ma kaptalak anyutól a 14. születésnapomra. Mivel is kezdjem? Hát mivel is? Éppen ma egy éve, amikor a 13. szülinapom volt, akkor jött meg öcsi. Fogalmunk se volt róla, hogy hazajön. Rózsi azt mondogatta, hogy ő már soha nem fogja látni a fiát, ám egyszer csak betoppant. Persze nem a maga jutszántából, hanem mert a németek az elfoglalt Marseille-ből, Genfen át, mint idegent, mint magyar állampolgárt hazatoloncolták. De most nem róla akarok írni, majd talán máskor. Kedves napom, ma nagyon jó napom volt, mert délután zsút rendeztünk. Azt játszottuk, hogy én vagyok az angol királynő, a többiek meg a lányaim, és nagyon gazdagok vagyunk, és lovagolni járunk, meg kutyákkal vadászni. 1943. október 20. Van egy titkom, amit most már neked is elmondok, kedves napom. A Holstein Illyéknek sok könyvük van, és Illy szerette volna elolvasni az Erdős Röni három könyvét. A herceget, a hárfást és a mesztelen táncost. Ez a címük. De az anyukája régi módi, és nem engedi neki elolvasni. Az én anyum meg olyan rendes, hogy kölcsönkérte Holstein nénitől ezeket a könyveket. Most itt vannak nálunk, Illy pedig feljár hozzánk, és mind a ketten olvasunk. Még csak az elején vagyunk. Engem nem is érdekel annyira a könyv, de Illyt, aki 3 évvel idősebb, mint én, őt nagyon. Közben persze esténként anyu is olvassa az Erdős Röné könyveket, és egyáltalán nem mondja, hogy én ne olvassam, mert nem nekem való. Olyan jó, hogy ilyen modern anyu van. Ez azért is lehet, mert ő még nagyon fiatal, alig 33 éves. Összesen 19 volt, amikor én megszülettem. Ő fiatalon ment férjhez az apukhoz. Óriási szerelem volt. 1943. november 20. Ma nagyon örültünk, mert öcsit hazaengedték 2 nap szabadságra a munkaszolgálatból.
Azt mondja, addig jó, amíg nem viszik ki őket is a keleti frontra. De soha nem lehet tudni, hogy mikor viszik ki őket. 1943. november 22. Illy már kiolvasta az első könyvet, a herceget. Én a másikat olvasom. Abban van egy fiú, aki nagyon szép, és mindig a tükörben nézegeti magát, és nem is szereti a lányokat, hanem saját magába szerelmes. Hát ez egy nagy hülyeség. Hogy lehet valaki saját magába szerelmes? Én már 2 éve, mióta nagy lány vagyok, folyton szerelmes akarok lenni. De olyan hülyeség még nem jutott eszembe, hogy saját magamba. Inkább egy fiúba. 1943. november 24. Megkaptam az első melltartómat. Úgy látszik, túl hamar kezdek el fejlődni, mert elkezdett nőni a mellem, főleg a bal, hogy 2 gyerek látszanak benne. Anyu elvitt a Mabiba a nőgyógyászatra, ahol csupa felnőtt nő volt, és az orvos azt mondta, hogy túl gyorsan fejlődök, és anyu vegyen vagy varjon nekem egy melltartót, mert begyulladhatnak az erek. A lányok a suliban irigykedni fognak, ha majd tornaórán levetkőzünk, és én megmutatom nekik. Azt hiszem, rajtam kívül senkinek sincs melltartója az osztályban. 1943. december 5. Kedves napom! Egy nagyon fontos dologról még be sem számoltam neked. Már hónapok óta minden vasárnap reggel 8-kor elmegyünk a barátnőimmel az opera pénztárához. Egészen első között állunk sorba jegyet, mert a pénztár 10-kor. Akkor megveszünk a jegyet a következő vasárnap délelőtti matinéra, a 3. emelet 3. sorba. 1943. december 22. Pár nap és karácsony lesz! Vannak olyan osztálytársnőim, vagyis inkább voltak még az elemiben, akik azt hitték, hogy a karácsonyfát a Jézuska hozza. Én vitatkoztam velük, hogy ezt az anyukák és apukák veszik, és volt, akivel össze is vesztem emiatt. De otthon anyu azt mondta, hogy ne vitatkozzak. Ha egy szülő ezt a szép mesét mondja a gyermekének, akkor nem kell elrontani az örömét. Mindenki azt hisz, amit akar. Most utólag így elgondolva, én is vártam, hogy Éliáhu próféta eljön meginni a széderestén neki kitett volt. De én Éliáhutól féltem, az osztálytársaim pedig nem félnek, inkább várják a Jézuskát. Rózsi beiglit süt, és flódlit is, ami hasonlít a beiglihez, csak még finomabb. Jó lenne, ha öcsik karácsonyra hazaengednék egy kicsit. 1944. január 20. Vége a téli szünetek, de nem is bánom, mert kezdtem unatkozni. Igaz, volt már egyszer színszünet, meg biztos lesz is még. Az a jó, hogy közel lakunk az iskolához. Jaj! A múltkor az történt, hogy éjjel riadó volt, és mentünk be a szűk csigalépcsőn gyertyákkal. Én elkezdtem énekelni a karádi dalát, a hamvadó cigaretta véget, és kicsit hangosabban énekelhettem, hogy olsd el hamar, mert anyu erre elfújta a gyertyát, ami a kezében volt. A többiek jól kinevették, de még én is. 1944. január 20. Ugye írtam neked, kedves napról, hogy biztos lesz szénszünet? Hát volt is. Feladtak egy csomó leckét, és azt mondták, hogy maradjunk otthon, majd kiírják az iskola kapujára, amikor vége lesz a szénszünetnek. Németből feladták a Loreleit, amit majd énekelve is meg fogunk tanulni. A vers alá a könyvben az van írva, hogy unbekannte Dichter. Anyu azt mondta, az nem is igaz, hogy ismeretlen költő írta volna, mert ő is tanulta valamikor, és akkor az volt aláírva, hogy Heinrich Heine. Anyu szerint Heine zsidó volt, ezért írják most ismeretlen költőnek. 1944. március 19. Ma vasárnap van. Anyuval megnéztük a Fekete Pétert Aitai Andorral a főszerepben. Amilyen pehünk volt a szünet végén, amikor visszaültünk a helyünkre, Aitai kijött a függöny elé, és ezt mondta. Hmm.
hölgyeim és uraim, elnézésüket kérjük. Az előadást nem tudjuk befejezni, mert a németek megszállták Magyarországot. Jobb, ha mindenki hazamegy. Nem volt pánik. Csend volt. Mindenki felállt és indultunk kifelé. Otthon Rózsi már nagyon várt, mert ő is hallotta a hírt, és attól félt, hogy nem jutunk át a Lipót körúton. Körgangos házunkban, itt a Lovag utca 7-ben már nagy volt az izgalom. Amíg otthon maradt férfiak a sasbehívótól félnek, a zsidók meg úgy általában a németektől. 1944. március 20. Azt reméltem, hogy nem lesz tanítás. De volt. Most is jó, hogy ilyen közel rakunk az iskolához, itt a Lovag utca 7-ben, mert nekem csak egy lépés a 9-be a suliba átmenni. Anyu annak körül, hogy ilyen zavaros időkben nem kell féltenie az utcán. Azt mondják, a zsidóknak most már majd sárga csillagot kell hordaniuk. Az osztályban 10 vagyunk zsidók. A többiek úgy fogadtak minket, mintha beteget lennénk, de nem húzódtak el tőlünk, hanem inkább vigasztaltak. 1944. március 28. Nincs már rádiónk. Be kellett adni minden zsidónak, de szerencsére a szomszédunk, aki keresztény, kirakta a rádióját az ablakba, hadd halljuk mi is. Anyu már szabja varja a sárga csillagokat. Én nem értem az egészet. Én mindig magyar voltam, az is vagyok. Hát zsidónak lenni az nem csak egy vallás. Az egyik magyar zsidó, a másik katolikus vagy evangélikus, nem? A másik kérdés, amit nem értek, hogy most akkor én mi vagyok? Zsidó vagyok, vagy magyar vagyok? Vagy zsidó vallású magyar? És miért baj ez? Igaz, arra is emlékszem, amikor még az első elemiben nagyon zsidó akartam lenni. Anyuék nem voltak nagyon zsidók. Csak azt tudom, hogy nagyapáéknál mindig megtartjuk a széderestét. Azt nagyon szeretem, mert macesz gombócos húsleves van, és Rózsi tud macesz tortát is csinálni valahogy dióval. 1944. április 5. Hát, bekövetkezett, amire számítottunk. Fel kellett varni a sárga csillagot, és csak abban szabad utcára menni. Nem értem az egészet. Hát a kis zsidó az már nem is dolgozhat. És akkor miből éljük? Miért jó ember az, aki keresztény, és mitől rossz ember az, aki zsidónak született? Hiszen nem is tehet róla. És miért nem élhetünk békében, ahogy eddig éltünk? Hát miért nem? Eddig lehetett? Sok mindent értek, de ezt nem. 1944. április 23. Hát egészen otthon nem maradhattunk. Folyton új rendeletek születnek. Most például az, hogy kijelölnek csillagos házakat, és aki ott lakik és zsidó, az átadja a lakása egy részét olyan zsidó családnak, amely nem kijelölt csillagos házban lakik. Hát sajnos a mi házunkat nem jelölték ki, és most pakolnunk kell. Valószínűleg a Hornede utca 3-ba költözünk. Pontos listát kell leírni arról, amit magunkkal viszünk, és arról is, amit nem tudunk, vagy nem szabad elvinni. 1944. október 5. Nem kell iskolába járni, mert a zsidó gyerekek nem járnak. Még a 4 elemi után úgy volt, hogy mehetek gimnáziumba, a Mária Teréziába, az Andrássy útra. Első óta minden év végén tiszta kitűnő voltam, és anyu nagyon akarta, hogy gimnáziumba menjek. Ő is és apu is csak 4 polgárit végeztek, de Rózsi járt felsőkereskedelmibe, és öcsi érettségizett. Otthon anyu nagyon sírt, amikor rádöbbent, hogy nem mehetek gimnáziumba. Felírták, hogy milyen hétköznapi, milyen ünnepi ruhák kellenek, mennyi lesz a tandíj, meg még sok mindent felírtak, ami pénzbe kerül. Akkor anyu már tudta, hogy annyi pénzünk soha nem lesz. Október 10.
Megkereszteltettük. Kitérésnek mondják, de ez a szó nekem nem tetszik. Igen, mi, az egész család reformátusok lettünk. Azt mondták, hogy aki megkeresztelkedik, azt nem fogják bántani. A reformátusok nagyon rendesek voltak. Ők mindenkit befogadtak. Adtak egy Bibliát és egy zsoltáros könyvet is. El is jártunk bibliaórákra és csendes napokra. Viktor János, a szabadságtéri gyülekezet lelkésze, és Kalsai Dezső segédlelkész tanítottak minket. Ők nagyon jók voltak hozzánk. A szabadságtéri templomban volt a keresztelkedés, és minden nagyon szép és ünnepélyes volt. Nem fizetvén gonoszszal a gonoszért, avagy szidalommal a szidalomért, sőt, ellenkezőleg, áldást mondjatok, tudva, hogy arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Mert aki akarja az életet szeretni és jó napokat látni, tiltsa meg nyelvét a gonosztól és ajkait, hogy ne szóljanak álomságot. Forduljon el a gonosztól, és cselekedje a jót, keresse a békességet, és kövesse azt. október 14. Késő este írok, mert ma annyi minden történt, hogy nem is jutottam elő hozzá kedves napról. Először is az történt, hogy ki volt rakva a szomszédunk rádiója az ablakba, és kolomboltak is, mint a légónál, hogy gyorsan jöjjön mindenki, mert a Horthy beszél, és azt mondja, hogy kiugrottunk a háborúból. Mindenki boldog volt, és le is mentek a kapuhoz, hogy levegyék róla a nagy sárga csillagot. Anyu is elkezdte lefejteni a család ruháiról a csillagot, hogy most már nem kell hordani. És akkor puf. Zene volt a rádióban. És felolvasták, hogy a Szálasi átvette a hatalmat. Én eddig nem is féltem igazán, de most már látom, hogy a felnőttek nagyon meg vannak ijedve. És valószínűleg így mondják, az sem használ már, hogy reformátusok lettünk. 1944. október 17. Ma lettem 15 éves! Rózsi sütött egy dióstortát, 15 gyertya volt rajta. Azt mondja anyu, hogy Rózsi már egy hónapja spórolta, gyűjtötte a tortához valókat, mert most már minden csak jegyre van. Anyunak egy szép, majdnem új sáját is megkaptam ajándékban. De a fő ajándék is megérkezett. Kedves napló, még te sem tudsz róla, hogy én már hetek óta szerelmes vagyok. A Vajda Gyuriba. Ő már majdnem felnőtt fiú, 17 éves is elmúlt. De én még soha nem láttam. 1944. november 8. Nagyon nagy baj van. Ma bejöttek a házba a nyilasok, és azt mondták, hogy a 16 és 55 év közötti nő és a 60 alatti férfiak sorakoznak az útban. Anyu most 34 éves, nagyapa meg éppen 59. Nem lehet hazudni, mert az iratokat is kérik. Ők lementek az udvarra, és el is vitték őket. Ketten maradtunk Rózsival, aki csak sír, és nem tudja, mit csináljon, és baj van a szívével. Csak rohama ne legyen, mert én mit csinálok vele? Tíz nappal később. Tegnap délután megjött anyu. Elmesélte, hogy mi történt vele. Nagyapától már itt az utcán elválasztották, mert a férfiakat külön teherautóra rakták. A borzasztó rossz hírt édesapja haláláról most tőlünk tudta meg. Így sírni anyut még soha nem láttam. Szóval elvitték őket a téglagyárba, de anyu már az első nap elhatározta, hogy ő onnan valahogyan megszokik. Az ötödik este sikerült is lett. Anyu azt csinálta, hogy kikéreckedett a vécére, ahová persze mindig elkísérte őket egy őr.
ő már előbb kifigyelte, hogy a vécé ablaka az utcára nyílik, és úgy egy emelet magasságban lehetnek. Hát az anyu kiugrott az ablakon. A sárga csillagot persze letépte magáról, és rohant a villamos megállóhoz. 1944. december 2. Nem tartott sokáig az örömünk. Besupoltak minket egy varroda pincélébe. Enni kaptunk, igaz, nem sokat. Véget értek a gyárban töltött szép napok. Tegnap, december 1-én, amikor visszaértünk az evépőből, a nyilasok már vártak, és a tőlük megszokott durvasággal feltereltek minket egy teherautóra. Attól féltünk, hogy a gettóba visznek, mert olyan rég hírek szádostak, hogy a gettót a nyilasok már aláaknázták, és ha sor került Budapest ostromára, onnan élve ember ki nem jöhet majd, mert felrobbantják az egészet. A teherautó lepontázva ment. Nem sejtettük az irányát. Végül is szinte fellélegezhetünk. Milyen kevés jónak tudott akkor örülni az ember. Mert nem a gettóba vittek, hanem a Teleki tér 5-be, egy zsidó begyűjtési célra kiürített hatalmas bérházba. Amúgy nyilasháznak emlegették. 1944. december 7. Felolvasnak egy rendeletet. Először jöjjenek le a 16 és 55 év közötti nős, mert azokat munkára viszik Németországba. A többiek, a 16 éven aluljak és az 55 évnél idősebbek majd ezután kerülnek sorra, mert őket a gettóba viszik. Én 15 éves voltam, a nagyanyám éppen 56 éves, anyu meg 34. Most mi legyen? Akárhová csak együtt maradhassunk. Anyu gyorsan dönt. Marika, te 15 évesnek mondod magad, te anyám meg 54-nek, és akkor együtt maradhatunk. Együtt maradunk. Ennél nem volt fontosabb semmi sem. A nyilasok elvittek a gyárból. Még mielőtt felpakoltak a teherautóra, anyu szólt Bözsi néninek, hogy a kis koffert vegye magához. Így maradt meg a napunk is. Sokáig bele sem néztem a háborút. Nem akartam a múlttal foglalkozni. El szerettem volna felejteni mindent, amit csak lehet. Hogy a naplomat, amit a kis kofferben Bözsi néni megőrzött, miért vettem most mégis elő jó 50 év után, annak banális oka van. Ahhoz viszonyítva, ami történt, szinte jelentéktelen. Mégis valahogy ez adta meg azt a bizonyos lökést. 1994 tavaszán holokauszt emlékkiállítás nyílt a Józsefvárosi pályaudvaron. Két marhavagont rendeztek be igen stílusosan kiállítási csarnokban. Az egyik napilap nem rossz hiszeműen, de pontatlanul azt írta, hogy az utolsó deportáltakkal telt vagon 1944. június végén indult elő. Sajnos ez nem így volt. Bennünket, édesanyámat, nagyanyámat, akit Rózsinak szólítok, és végig így szerepel a naplomban is, pontosan 1944. december 7-én, nem sokkal Budapest felszabadulása előtt innen indítottak hosszú útra. Nagyon hosszú volt az út. A szó valóságos és képletes értelmében is. Azóta eltelt több mint fél évszázad, és úgy gondolom, hogy aki még él, és aki a történetnek akár csak kis szeletére is emlékszik hitelesen, annak kötelessége elmondani, mi, hogyan esett meg akkor. Minden vagomban 50 ember! Ezt ordítozták, és számoltak is minket szépen sorba állítva. Mi mind az 50-en nők voltunk, így csoportosítottak bennünket. Próbáltunk helyet keresni a vagon csupasz földjén, és hármunknak sikerült is egy sarokba fészkelődnünk.
így, amikor bekiabáltak. De kényelmesen elterpeszkedtetek, mocskos zsidó! Szoruljatok összébb, mert másoknak is kell a hely. Márhogy elterpeszkedtünk volna. A lábamat sem tudtam kinyújtani, de most valahogy mégis muszáj volt összébb húzódni. 1944. december 10. Ma van Hanuka első napja. A zsidó ősi naptár 5705-öt mutat. Gyertyát gyújtani csak gondolatban tudunk, de Rózsi nagymamám elmondja az áldást, és ott a vagonban sokan mondják vele együtt. Örömre most nincs sok okunk, csak az, és ez nagyon sokat jelent, hogy hárman együtt vagyunk. 1944. december 18. Ma van Hanuka utolsó, 8. napja. Ma már 8 gyertyának kellene égnie a menórán, de azt is csak gondolatban nyújtjuk meg. December 24. Kora délután volt, amikor megérkeztünk. A láger kapujában akkor zenekar játszott. Csupa csíkos ruhás nőkre. Mi még a sajátukban voltunk. Én gyerekfejjel úgy gondoltam, hogy ahol zenével fogadnak, ott talán nem is lesz olyan rossz. Rosszul gondoltam. Ruhát kaptunk. Csíkosat. Számmal ellátva. Cipőt egy nagy halomból. De nem a sajátunkat. Anyunak egy magas szárú jutott, nekem pedig egy magas sarkú körömcipő. Gyorsan pattogott minden vezényszó. Losz! Losz! Irány a barak! Barak. Valami óriási kodály volt. Az egyik végéből alig lehetett a másikba látni, és tel is telerakták fricsekkel. Nekünk csak szalmazsák jutott, de az legalább adott egy kis meleget. Már sötét este volt, amikor anyuval és nagymamámmal hárman összekapaszkodva kimentünk a csapokhoz. Egymásra néztünk. Úristen! Hiszen karácsony este van. Szent este. 1944. december 24-én. Ekkor érkezett talán az utolsó magyar transzport Bergen-Belsenbe. Magyarországon már harcok voltak, és Budapest, az én szülővárosom most már biztos, hogy felszabadult. Ezt persze nem tudtuk, és azt sem, hogy mi lesz velünk. Csak azt tudtuk. Megérkeztünk a pokolba. Január 25. Múlnak a hetek, és valójában fogalmam sincs, hogy mikor hányadika van, vagy mikor van hétköznap és mikor vasárnap. Egy biztos, nagyon hideg van. Most már megtanultunk hidegben is alaposan mosakodni. Még szerencse, hogy nem vérzek minden hónapban. Tényleg, hogy nem? Megkérdeztem anyámat, és azt mondta, hogy neki is, és minden nőnek elmúlt a vérzése, mert a németek brómot tesznek a kávéba, hogy ne legyen ilyen gond. 1945. február vége felé. Valami furcsa diadalomra ébredtünk. Mindenki mozgott, szaladgált. A kápok idegesek voltak, és ordítoztak. Sokkal többen voltak kutyával, mint máskor. Reggeli kávé sehol, de azt mondták, hogy sorakozzunk ötös sorokban és siessünk. Mindig sietni kellett, mindig minden nagyon sürgős volt. Nem tűnt hát ez sem annyira szokatlannak, csak az, hogy miért nem adtak kávét. Álltunk már vagy két órája az Appelplatzon. Amikor azt kiabálták, hogy fordulás,
balra, és indulás előre! Előre? Hova előre? Miért nem a barakba? Úgy látszik, elől van, akinek szólhatnak, mert futótűzként jött hátra aki. A fürdőbe megyünk. Fürdőbe? Itt vagyunk karácsony óta, és még soha nem vittek a fürdőbe. Akik Auschwitzból kerültek ide, azok rémes dolgokat meséltek. Azt mondták, hogy ott a fürdőbe terelték az embereket, azután víz helyett gázt engedtek rájuk, hogy megfulladjanak. De hát ez nem Auschwitz. Igaz, itt is van krematórium, de ott csak a természetes módon meghaltakat égetik. Ezt eddig így tudjuk. Csak nem ugyanez lesz itt is, mint Auschwitzban. Mesztelenül megyünk, ha jéghideg bevonon a fürdőbe. Ránk zárják az ajtót. Itt, mintha kicsit melegebb lenne. Néma csendben állunk, és nézzük a tetőt, a zuhanyrózsákat. Senki nem szól, de várjuk a gázt! És egyszer csak megindul a tetőről a víz! Meleg víz! Istenem, mikor fürödtünk utoljára? Játszanak. 1945. március. Tavasz van! Gyönyörű tavasz! Furcsa, hogy éppen itt jutott eszembe József Attila, de tényleg, a pokolból a Mennyországba kerültünk. Bergen-Belsen után egy kis városba, a Rágombay-Dessauban. A barakokban itt már nem zsúfolódott 1000 ember, hanem mindegyik stúbéban, szobában 30-30. Úgy 300-an voltunk összesen. A barakok tiszták, és mindenkinek jut egy egész fricc, nem úgy, mint Bergen-Belsenben. Van szalmazsák és pokróc is. És van egy mosdó. Igaz, az is rájuk, és csapok vannak fölötte. A víz is hideg, ami folyik, de legalább nem a szabadban van. Itt majd mindig lehet mosakodni. És végre a bugyit is ki lehet mosni. Második nap Rágóban. Reggel 6-kor ébresztő, kávé. Rózsi maradhat, mint tegnap mondták. Azt hiszem, ő itt a legidősebb. Azt mondom, kávé. Ez a kávé egy fekete lök, de egy kis kenyeret is kapunk mellé. Indulunk ötös sorokban a gyárba. Igazi utcán, igazi szabad emberek között. Többnyire munkások, akik szintén dolgozni mennek, és jól megbánulnak. Nem tudom, hogy előttük voltak-e itt ilyen csíkos ruhás foglyok. Lehet, hogy mi vagyunk az első. Március vége. Tegnap este együtt mentünk ki anyuval mosakodni. Egyszer csak megszédült, elesett, és úgy segítettek őt bevinni az ágyra. Hangosan vacogott, a teste forró volt és félrebeszélt. Folyton aput szólította. Sanyikám, ne félj, várjál! Jövök majd hozzá, csak Marikát nem akarom itt hagyni. Ezt olyan zavarosan mondta, hogy alig értettük. Másnap reggel anyut meg még másik 3 lázas beteget a stúbéból, a szobánkból átvittek egy másik barakba, a lázaretbe. A beteg szobát, a kórházat nevezték lázaretnek.
Rózsit egy másik lázáletbe vitték a lábával. Ahová őt vitték, ott nem voltak fertőző betegek, így engem is beengedtek. Rózsi csak arra kért, hogy tudja meg, mi van anyuval. Mivel elég langyos idő volt, a tífusz részen kinyitották az ablakokat. Anyu meg éppen az ablak alatt lett. Azt hiszem nem ismert meg, szólni sem tudott, és egy nagy sebet láttam a testén. Egy betegtársa azt mondta, hogy a seb felfekvés és a hasmenés miatt lett. Mert aki nem tud felkelni és kimenni vécére, az végül mindig fölmarul. Sajnos anyu már nem tud felkelni. 1945. április 15. Ma van anyu születésnapja. Teherautók érkeztek. Egy óra múlva már a pályaudvaron és a vagonban vagyunk. Anyut a vagon hátsó végébe tették be. Anyu befelé fordulva fekszik, és azt hiszem nem tudja, mi történik körülötte. Próbálom úgy fordítani, hogy ne a felfekvéses sebeire feküdjön, de mintha ezt sem éreznék. Este felé jár az idő. A vonat megáll. Most érkezik a Brodzupe. Csajkákat, kanalakat is vonnak. A vagonban alig néhányan tudunk felállni és járni. Mi megyünk oda a nyitott vagonajtóhoz, ahol egy kápó osztja a levest és hordjuk a többieket. Nem vagyunk sokan, csak 30-an. A végén leteszem a magamét anyu mellé a helyemre, és viszem az övét is. Szólok, hogy itt a leves. De anyu nem felel, pedig nyitva a szeme. Kiabálok! Rázom! Oda jön hozzám a Strauss néni. Ő a másik, aki ugyanúgy a lányával van itt, mint mi vagyunk anyuval. Vagyunk. Voltunk. Strauss néni lesimítja anyu szemét, és azt mondja. Anyukád már nem él. Edd meg, kislányom, az ő levesét is. Megettem anyu levesét. Nem sírtam. Már nem tudtam sírni sem. Talán éppen azért, mert én nem voltam annyira legyöngülve, mint ő.
többet ettem, hiszen a kenyéradatoknak legalább a felét nekem. Talán gyerekfejjel fel sem fogtam, csak most értem meg. Ők nem azért ettek kevesebbet, mert nem voltak éhesek, hanem mert azt akarták, hogy legalább én ne éhezzek annyira. Legalább én éljem. Túléltem. Állítólag Magyarország már szabad. Az oroszok, akik egyre inkább közelednek, talán épp Magyarországról jönnek. De látom-e még valaha Magyarországot? Most már nincs senki, de abban mégis biztos vagyok, hogy öcsi is haza fog jutni. Ő erős, okos, és már annyi nehéz helyzetből sikerült megmenekülnie. Biztosan túléli ezt a háborút is. ...1945. május eleje. A tegnapi napot, május 5-ét soha az életben nem fogom elfelejteni. Az utcáról hangok hallatszottak, de nem jajbeszékelés, hanem inkább örömújongás. Lassan odamerészkedtünk az ablakhoz, kicsit félve ugyan, mert ütemes lábdobogást hallottunk. No de, amit ekkor láttunk. Gatyára vetkőztetett emberek jöttek, több százan, több ezren, sorokban, két oldalról fegyveres partizánok kísérték őket. Az emberek pedig az ablakokból csehül, szlovákul, lengyelül, németül, magyarul, franciául kiabálták. Vojna konec! Legerre finit! Krieg ist Ende! Vége a háborúnak! Vége a háborúnak. Nem értettem azt sem, amit láttam. Elvittek egy fürdőbe. Már el is felejtettem, milyen jó érzés tisztának lenni. Le is mértek minket. Én pontosan 37 kiló voltam. Május vége. Nem csak a tisztálkodásunkat szervezték meg gyorsan, hanem az ellátást is. Élelmiszerjegyeket adtak, arra lehetett vásárolni. Külön élelmiszerjegyük volt a gyerekeknek. Most újra gyerek lehettem. Nem kellett 16 éven felülinek hazudnom magam. A zsidó jótékonysági szervezet a jointoston adta a gyerekeknek. Ahogy egyre jobb dolgom van, úgy sírok egyre többet anyu és Rucsi után. Ha csak pár héttel előbb fejeződött volna be a háború, talán életben maradtak volna. És anyu még olyan fiatal volt, a 35. évét sem érte meg. 1945. június. Megkaptam a papíromat, és annak a vagonnak a számát is, ahová majd felszálltatok. Strauss néni és a lánya Ági is jött. Végre együtt utazhatunk haza. Haza. Együtt. Kivel együtt? Anyut és Rózsit elvesztettem. Hogyan mondom majd ezt meg öcsinek? 1945. június 27. Ebédelni hív.
Néha hosszú sorok kígyóztak az épület előtt, hogy bejussanak az irodába a menlevélnek remélt keresztlevelekért. Sajnos ez hamar kitűnt. Annyira sok már fütyültek ezekre a keresztlevelekre. Ám Viktor János, Karsai Dezső meg a többiek részben a templom épületében mintegy 1500 ember elbújtattak és megmentettek. Tudták, hogy ezzel saját és családjuk életét is kockáztatják, mégis megtettek. Aki bekopogott hozzájuk, azt befogadták, és ezeknek az embereknek a többsége meg is menekült. Mi ezt akkor nem tudtuk, pedig talán kopogtatni kellett volna. Én láttam Terezienstádtban gyerekeket, de azt csak utóbb tudtam meg, hogy esztendők folyamán mintegy 15 ezer gyermeket hurcoltak oda. Gázkamrában nem kerültek, mint Auschwitzban. Csak éppen hagyták elpusztulni legtöbbiket. A sok ezer gyerek közül alig százan érték meg a felszabadulást. Egy vagyok közülük.